Nikinek köszönjük szépen, és természetesen egész reggel fél óránként friss hírek, ahogy szoktuk. Kezdődik a mai vekkel itt a Debrecen Rádióban. Hello, jó reggelt! Szép reggelt mindenkinek! Pincés Marianna! És Balogh István Vilmos is. 2017. január 30-a, hétfő reggel van. Ádám már fönt van, ő már beköszönt nekünk. Jó reggelt, hello, Ádám! Ébresztő reggel. Neked is. És akkor jöhetnek a jó reggeltek szokás szerint mindenhova. Beköszönünk mindenkit. Fölébresztünk 0620 95 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
Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Épp csak az éjjel múlt el, még 4 perc múlva lesz 4:07, ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt mindenkinek! Kezd összeállni az alapcsapat, beköszön Szegál Hajdú Sámsonból, jó reggelt Szegál, jó reggelt Hajdú Sámson. Szia. Aztán Csikánóék fölébredtek a konyhában, nektek is jó reggelt, azt írják, hogy ott is hideg van, és Marika Balmazújvárosból is ébredezik, ő is köszönöm már nekünk, jó reggelt Balmazújváros ébresztő nektek is. Mindenhová beköszönünk, mindenhová küldünk egy kis jó reggelt, egy kis jó Vekkert, csak írjátok meg, hogy hol hallgattok bennünket, meg azt is, hogy hány fok van ott nálatok, mert az is érdekelne ebben a nagy hidegben. SMS és Viber számunk 20 95 95 3 95. Jó reggelt mindenkinek, január 30-a hétfő van, mínusz 13 fokot mutat a hőmérő jelen pillanatban. Megint gonoszkodik velünk az időjárás. De elég jól megúsztuk ezt a hétvégét, ahhoz képest, amit ígértek a meteorológusok. Mondjuk nem ide a mi környékünkre ígérték, hanem inkább ugye tőlünk északabbra. Tehát azért minket is riogattak azzal, hogy nagyon hidegek lesznek az éjszakák, de egyébként a tegnap éjszaka kimondottan enyhe volt. És azt viszont tudod, hogy a hétvégén is nagyon-nagyon enyhe lesz az idő. A hétvégére pedig még 8 fokokat, plusz 8 fokot jósolnak, úgyhogy az meg már szinte tavasz. A migrénesek nem tudom, mennyire örülnek ennek. Egy ilyen most mínusz 13, aztán meg a hétvégén plusz 8, tehát egy ilyen jó hát 20 fokos, 21 fokos ingadozás. Tehát, hogy nem mínusz 13. Nem olyan nagyon. Ott, ahogy nézem az előrejelzést, csütörtökről péntekre ugrik meg hirtelen az időjárás. Tehát folyamatosan melegszik, jönnek ilyen 0 plusz 1 plusz 2 fokok, és aztán csütörtökről péntekre hirtelen ugrik majd plusz 2-ről plusz 8-ra, ami mondjuk csak 6 fok, tehát nem olyan rettenetesen vészes, de szerintem ez pont az a 6 fok, amit a legjobban megérez az ember, mert a plusz 2 azért az még hideg, a plusz 8 az meg már szinte tavasz. Úgyhogy aki nagyon érzékeny erre, az készüljön föl. Nem tudom, mivel lélekben leginkább ezt, de más nem lehet tenni ellen. Erre pihengetni kellene, vagy mi a jó tanács? Hát én nekem fogalmam nincs. Nem tudom, hál' Istennek ez engem nem érint, de biztos vannak a hallgatóink között, akik ezt jobban tudják, hogy mit kell, hogy gyógyszert kell bevenni, vagy akkor át kell pihenni. Akkor várjuk a tanácsokat, mi pedig továbbítjuk. Vagy egyszerűen csak bízni kell a csodában. Nem tudom. Várják ez a még egy jó reggel, Dávid írja, jó reggelt nektek Derecskéről, a Kézgép Kft-től. Hát akkor jó reggel Derecske, ébresztő nektek, és mindenhová beköszönünk, mindenhová küldjük a jó reggeltet és a jó Vekkert. Na mit szólsz ahhoz a videóhoz, amit átküldtem neked? Megelőztek minket. Megbizony. A francba. Megbizony, de egyébként lehet, hogy nem fogod megúszni. Nem is, hát én nem akarom megúszni. Szó nincs róla. Mondjuk el a történetet? Arról van szó, ugye, hát arról majd beszélgetünk néhány napja, hogy csütörtökön fölmerült a kérdés, hogy miért hordanak a nők magas sarkút, ha egyszer ez fáj nekik, hogy mi az a... És ezt, de még mennyire fáj. Mi az a lelki többlet, amit ad a magas sarkú, amiért mégis vállaljátok ezt a kint, hogy magas sarkúban jártok, és akkor fölmerült, hogy valóban szereznek én egy 47-es magas sarkút, hogy én is megtudjam. És egyébként képzeld el, hogy az egész, hát nem az egészet, de a hétvégén mondjuk egy olyan 70%-át azzal töltöttem, hogy próbáltam magas sarkút keresni 47-es méretben. Nem nagyon van szerintem. Sajnos az interneten sehol nem találtam a világon. Hála Istennek, illetve... De ezt mondtam, hogy a föld alól is fogok keríteni, úgyhogy mindenképp szerintem csináltatni fogok. Aha. De ha esetleg véletlenül nem fogok tudni csináltatni, akkor van egy B-verzió. De nem mondjál mindent. Nem mondjak el mindent? Legyen valami meglepetés a dologban. Na, tegnap pedig találtam egy videót, tehát is küldtem neked gyorsan. Az egyik hírportál rakta föl a hétvégén. Ők meg azt csinálták, hogy egy férfi riportál kipróbálta a műkörmöket. Műkörmöt, hát ezt de a... De még mekkorát? Milyennek a nevezte? Ez a 10 centis hegyes karom. Plázaköröm, azt hiszem, hogy úgy hívják, és igen, hát szó szerint karom. És egyrészt borzalmasan vicces volt a videó, hogy egy ilyen szakállas, kövér, kicsit pohos férfi ekkora vörös műkörmökkel flangál. Meg hát a tapasztalatok, hogy töltötte el azt az egy napot, amíg rajta voltak ezek a műkörmök. Mondani, mondjuk el, hogy egy napig vállalt. Igen, 24 órát vállalt, de ahogy láttam, bőven elég volt. Tehát gyakorlatilag azzal nem lehet élni. Neked hát, mutasd a körmöd, ha a körmödre kell. Nekem már ez is nagy. Neked igen, neked ilyen kisebb van. De ez műkörm, vagy ez igazi? Ez igazi.
Ez igaz. Ez igaz. Jó, most a körmödre néztem, mikor reggel. Na, ugyanilyen volt neki, és csak 10 centivel nagyobb. És már ott fennakadt, miközben az egyik ezek kész volt, a másik pedig még csinálta a műkörmös hölgy, hogy kért egy pohár vizet. Nem tudta meginni. És már ott összeakadtak konkrétan a körmei. De tényleg, hát összeérnek, hogyha megfogsz egy poharat. Aztán ugye, hogy ilyen gondok, hogy nem tudott kiszállni a kocsiból, belülről a kocsi ajtót nem tudta kinyitni. Aztán, vagy hát nem tudta felvenni a kabátot. Hát akkor azt mondta, hogy negyed óráig tartott konkrétan. Igen, azon a videóban is, hogy az ott kínlódik, hogy ugye, hogy ne törje le a körmöket, hogy beledugja a kabátjába a kezét, aztán a cipzárt hogy fogja meg. Azt nem is tudta egyébként lehúzni, ahhoz segítséget kért. Igen, igen. Aztán ugye nem tudott vele vezetni, meg hát egész egyszerűen fájt a körömágya. Ja, igen, gondolom igen. Azért súlya is van akkora műkörömnek. Hát meg ugye ilyenek pisilés csak segítséggel. Ja, igen, erre gondoltam. Ja, igen, 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 a sicset, a cipzárt nem tudja megfogni. Na, és az ahhoz segítséget kért. Igen. És ami a legviccesebb, hogy a telefon nem tudta használni akkor a körmökkel. Holott hát a pláza cicaságnak az alapvető kelléke a telefon. Csak egy stop szót akart elküldeni, hogy a parkolás leállítsa, és az hát nem tudom, hogy hát nem tudta azzal a körömmel. Igen, meg hát egyáltalán telefonon se tudott, mert hogy fogta a telefon, gyakorlatilag kiszúrta a szemét ez a hatalmas köröm. És felhívta a tudakozót, hogy igen, hogy kell hosszú műkörömmel. Igen, az egy vicces jelenet volt. Hát fogja meg máshogyan. Igen. Ja, és a mogyorót, azt is alig tudta felvenni. Hát igen, meg a kocsmába, igen. De ahogy megfigyeled egyébként, hogyha kisebb körme van a nőknek, még akkor is így a kezük élével szokták leseperni az aprót az asztal széléről. Tényleg, így van, ugye? Bizony. Mert azt így tényleg a rutin, látod ez. Pedig nekem tényleg kicsi körmöm van. Ahogy néztem ezt a videót, ez engem nagyon emlékeztetett, hogy én ezt már egyszer átéltem, nem műkörömmel. Tudod, mi emlékeztetett? Nem. Annak idején, tinédzser koromban a fogszabályzóra, amikor föltették a fogszabályzomat ilyen 13 éves koromban. Uh-huh. Na az nekem volt ilyen, hogy újra meg kellett tanulnom élni. Csak az nem 24 óráig tartott, hanem 4 évig, amíg rajtam volt. És évig. De hogy ugyanerre a feelingre emlékeztetett, hogy ott is az volt, hogy hirtelen semmit nem tudtam csinálni, nem tudtam beszélni, nem tudtam enni, nem tudtam normálisan mosolyogni, semmit nem tudtam. És minden fájt. Igen, 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 igen. Hogy nagyjából ugyanez a kín, ez hát a műköröm, nem, amit látunk ebben felszázzal. A videóban. Mármint a műköröm rosszabb. Aha, szerintem igen. Hát azért azt nem hiszem. De. Hát így a mindennapi rutin, jó, mondjuk igen, ahhoz tényleg egy folyamatos ellenőrzés kell, amikor fogszabályozom. Az borzalmas volt, az folyamatosan fájt 4 évig. De hogy ugyanaz a feeling jött elő, ahogy aha. Néztem, hogy csak azt éreztem, hogy ez úristen, de ismerős az egész nekem, úristen, de ismerős, és aztán beugrott, hogy ez volt a fogszabályozóval, hogy meg kellett tanulnom élni. Csak az kötelező volt, ez a 10 centis műköröm meg nem kötelező. Na, mindegy, szóval a lényeg az, ezt fogom átélni a magas sarkúval, és ilyen lesz az a 5 perc, amíg rajtam lesz. Téged nem 24 órai próbára, hanem csak 5 percre. Igen, egy kicsit meg is ijedtem ettől, ahogy ezt láttam, hogy milyen kínokat élt át ez a srác ezzel a műkörömmel. Hozok mankót, úgyhogy ne félj, hogy majd támasztunk hang az egyik oldalról, én pedig a másikról. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből a magas sarkús sztoriból. Jó reggelt mindenkinek, jönnek itt a jó reggeltek, közben ébrezgetjük az egész megyét. Jött néhány, mert mindjárt ezekkel folytatjuk, addig is jöhet a többi, és hol hallgattok bennünket, írjátok meg, SMS Viber 20 95 95 3 95. Közben Szilogrén és a Forget You. Jó reggelt! Debrecen Rádió. Debrecen reggel. Jó reggelt mindenkinek, mindjárt 19 lesz ez a Debrecen Rádió, benne pedig csörög a Vekker ébresztő. 2017. január 30-a hétfő van, el kell küldenünk néhány jó reggeltet. Jött egy olyan, hogy jó reggelt Ebes, Ildikó kérte. Jó reggelt Ebesiek, jó reggelt Ildikó, jó Vekkert nektek is. Jó reggelt Nyírábrány, írja valaki. Nyírábrány, ébresztő. Hát akkor van nálatok már csörög a Vekker. Jó reggelt. És jó Vekkert, Újfehértó írja nekünk valaki. Hát akkor Újfehértóra is jó reggelt kívánunk, ébresztő nektek is. Mindenhova beköszönünk, jöhetnek a jó reggeltek, lehet tőlünk jó Vekkert rendelni. SMS és Viber számunk 20-as. 95-95-3-95. És szívesen felhívunk bárkit is. Zsolesz pedig megírta nekünk, hogy Böszörmény és Hajdúvit között mérnek, úgyhogy óvatosan a trafi ott figyel. Már nem Zsoleszék mérnek, gondolom, hanem hogy a rendőrök mérnek ott, azt látta. Feltételezem. Azt látta. Már is jönnek a friss hírek Dobó Nikitől, aztán pedig jön Álvaro Soler és a Szófia. Egy kis nyarat ide csempészünk ezzel a dallal. Én teljesen lehidaltam. Készült egy magyar verzió ebből a dalból. A Szófiából, kérlek szépen. Rába Parti Lány a címe. És valami borzalom. Próbálok valami összefüggést találni. Hát ugye úgy jön ki a szótagszám, hogy Rába Parti Lány. Hát nagyjából amúgy így szokott lenni, hogyha magyar verzió. És valami borzalom belőle. És fölkerült a netre már jó pár héttel ezelőtt, Delhusza John nevével került föl. És de annyira rossz, hogy a kommentek alatt mindenki azt mondta, hogy
hogy ez nem lett elhúzta John. Tehát, hogy ő olyan zenéket csinál, amilyet csinál, de hogy ennyire rosszat ő nem ad ki a kezéből. És most rákerestem most direkt itt az előbb, és tényleg rajta van az egyik lemezén. Legalábbis van egy Rába Parti Lány című dala. Figyelj, valószínűleg tényleg ő énekli. Egy picit megirigyelte a Szófia népszerűségét, és azt gondoltam, hogy... De annyira rossz lett a szöveg. Magyarul is. Tehát a zenét se sikerült jól lenyúlni? Hát, nem igazán. Éjjel összejöttünk korhat, ágat szedtünk kor. Mi ez? Kapcsolt ki, jó? Hát ettől fölébred az egész megyen. Kolbászt megrillesztünk. Borzalmas a rossz. Mi vár ránk a pék, vagy micsoda? Nem tudom. Valami pírót értettem. Vagy még a refrént azt meghallgatjuk. Ettől fölébred mindenki. Hopp, 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 hopp. Nagyon rossz. Rosszul is szól az egész. Esetleg három üveg bor után lehet, hogy el tudnám viselni, és akkor viszont tuti, hogy jó tudnék kávulizni. De te vagy a zenész, nem hamis egyébként? Hát azért annyira nincsenek zenész gémjeim. Nagyon rossz. Hát, ebben viszont egyetértek. Azt nem értem, tehát elhúzta John azért, ő egy, most lehet a stílusát, mit tudom én, kritizálni, meg nyilván nem egy óriási nagy zenei Mozart, vagy nem tudom. De hogy azért ilyeneket ő nem adott ki a keze közül ezelőtt szerintem. Nem tudom, ez nagyon rossz a szöveg, teljesen értelmetlen, ráadásul rosszul is nyújt, mert az, hogy feldolgozást, magyar verziót csinálnak valamiből, szerintem abban semmi gáz nincsen. De ez inkább lenyúlásnak, lopásnak, és az nagyon rossznak tűnik. Hát én azt nem értem soha, hogy mielőtt publikálják, miért nem csinálnak egy tesztet? Hogy... De gondolod, de biztos, hogy csinált, tehát hogy valakinek csak megmutatta. És valakinek csak tetszett? Hát valaki csak rábólintott, hogy ez mehet, ez jó lesz, Johnny-kám. Hát akkor nem, most nem tudom, a kommentek alapján lehet, hogy visszafogja. Aki találkozik Delhusza Johnnal, mondja meg, hogy beírtunk neki egy fekete pontot ezért. Mi viszont az eredeti Szófiával megyünk tovább a hírek után. Jön Álvaro Soler és a Szófia, az pedig így szól majd. 3 perc elmúltán, 3:47, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Becker. Jó reggelt. Szép, és jó reggelt. Kérc mindenkinek. Rendelik itt tőlünk a jó reggelteket, jó reggel Téglás írja nekünk. Jani, hát akkor téglásiak nektek is ébresztő. Jó reggelt. És jó reggel Zsáka írja valaki, akkor a zsákaiaknak is jó reggel nekik. Jó, hangosan jó reggelt, mert ők egy kicsit messzebb vannak, ott már nehezen lehet bennünket hallgatni, de örülünk, hogy ott is velünk vagytok. Mindenhová beköszönünk, írjátok meg, hogy hol hallgattok bennünket, és küldjük az ébresztést, küldjük a jó reggeltet. SMS Viber 20 95 95 3 95. Hajrá! Akiket nem kell felébreszteni, azok a rendőrök, ők már fönt vannak. Illetve a hallgatóink is, akik már jelezték nekünk a trafipaxokat. Böszörmény és Hajdúbit között csíptek el egy trafit, aztán a 4-esen Debrecen és Hajdúszoboszló között, illetve a 47-esen is megbújt egy Berettyó, Újfalu és Derecske között. Óvatosan, óvatosan. A DKV pedig azt üzeni az utasainak, hogy január 1-től változott a DKV autóbusz, trolibusz és villamos járataira érvényes jegyek és bérletek ára. Például 20 forinttal drágább lett a vonaljegy. A korábban megvásárolt régi áru vonaljegyeket és gyűjtőjegyeket március 31-ig lehet felhasználni, április 1-től pedig a hiánytalan állapotú tömböket vissza lehet majd váltani az ügyfélszolgálaton. Részletek a dkv.hu oldalon. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Na és hát, ha már itt szóba kerültek a büntetések, meg a rendőrök, meg a trafipaxok, akkor szerintem beszéljünk két mondatot a hétvége nagy bulvár híréről. Ugye bejárt az összes hírportált az a hír, hogy Budapesten megbüntettek egy apukát, aki a smogriadó ellenére a régi autójával behajtott a Budapest belvárosába, 15 000-es büntetést kapott. Azért hajtott be, mert a 4 éves leukémiás kislányát szállított a kórházba, és hát nyilvánvalóan el kellett jutniuk a kórházba. Ezzel nincs is baj, mert a betegszállító járművek a smogriadóban felmentést kapnak. Tehát ők akármilyen környezetvédelmi besorolás alatt is van az autó, nyilván a betegszállításra lehet használni az autót. Viszont az történt, hogy a kislányt váratlanul ott kellett hagyni a kórházban, és ő már a kislány nélkül tartott visszafelé, hazafelé, és akkor büntették meg. Tehát amikor már nem szállított beteget, nagy felháborodás lett belőle, ugye volt olyan hír, hogy a mentősök összedobták neki a pénzt a büntetésre, aztán azt hiszem arról kiderült, hogy ez nem teljesen igaz így ebben a formában, de ez is bejárta a netet, és a budapesti rendőrkapitány Bucsek Gábor is megszólalt az ügyben, ő pedig azt mondta, hogy ő kifizeti a büntetést az apuka helyett, és hogy nem ilyen
viselkedést vár el. Csak ezt ugye nem kellett volna azért elintézni, hogy hát majd akkor utólag kifizetjük. Azért mennyire nem. Kellemetlen, és szerintem megalázó volt ez az egész helyzet. Én az egészet nem értem. Értem, mert hogy mi átlagemberként nyilván tudjuk azt, hogy vannak a forgalom elzárás elől, vagy forgalom kizárás elől, alól kitiltott járművek, igen, és hogyha mi ezt tudjuk, akkor hogy nem tudják a szakavatott emberek, akiknek ez a hivatása nap. De bocsánat, én azért nem mentem a történetet, mert hogy a rendőrnek mit kellett volna csinálni, aki megbüntette ezt az apukát? A törvényben le van írva, az van leírva, ott van világosan, direkt megnéztem, hogy a beteget szállító jármű használható a smogriadó idején is. Ő pedig már nem szállított beteget, hát ő már jött a kórházból. Rendben van, egyértelműen, de elindulsz A-ból B-be, de onnan vissza is kell menni. Oké. Okay. Tehát, hogy nyilván a visszafele út is beleszámít, feltételezem a törvényben. Nem, azon a törvényben, hogy ha a beteget szállítasz, akkor mehetsz a smogriadóban is a régi autóddal. Oké, és akkor aludj ott, vagy nem tudom, egy hétig töltsd ott, amíg smogriadó van? Nem tudom. Ezt nem tudom. Csak mit kellett volna csinálni a rendőrnek? A rendőr mit csinált? Betartotta azt, ami a törvényben le van írva, és megbüntette az apukát 15 000 forintra. Hiszen a törvényben az van, hogy ha csak akkor használja az autóját, ha beteget szállít. Ő már akkor nem szállított beteget. Erre mi történik? Megszólal a budapesti rendőrfőkapitány, aki azt mondja, hogy nem ilyen eljárást, vagy nem ilyen viselkedést várok el a rendőreinktől, és majd én kifizetem az apuka helyett. Hát ezt mondom, hogy ez milyen. Akkor mit kell volna csinálni a rendőrnek? A rendőrnek az a feladata, hogy betartsa a törvényt, ahogy le van írva, nem? Jó, akkor mit kellett volna csinálni az apukának? Az tehát apukának ott, nem kellett volna, busszal kellett volna hazamennie, vagy nem tudom. Uh-huh. És akkor most még a legvégére, még a kapitány kifizeti a büntetést az apuka helyett. Milyen büntetést? Ha jogos a büntetés, akkor miért fizeti ki helyette? Ha nem jogos, akkor meg mit fizet ki helyette? De nem, hát akkor ezek te érted már, a sztorit? Hát nem igazán, mert ezek szerint már az érzelem felül uralkodott a felettesén, aki ki akarta fizetni a büntetést. Meg mit csinálj? Mert hogyha jogos volt a büntetés, akkor most miért akarja utólag kifizetni? Na hát ezt kérdezem én is, hogy most mit fizet ki tulajdonképpen? És mit csinálnak ezek után a rendőrök? Mert azt mondja, azt mondta, hogy emberséges viselkedést vár el a rendőröktől, és hogy mérlegeljék a helyzetet. Tehát azt mondja, tehát gyakorlatilag azt a rendőrt, aki a törvény szerint végezte a munkáját, a leírt betű szerint, annak most azt üzeni, hogy nem így kell. Uh-huh. Gyakorlatilag azt üzeni neki, hogy kivételeznie kellett volna. Ahogy én is mondtam, hogy szerintem ez nagyon faramuci ez a törvényrendelet, tehát, hogy elmész A-ból B-be, de nyilván a törvény rossz egyébként. Igen, nem volt szerintem egyértelmű. De ez a reakció szerintem még rosszabbá teszi az egész helyzetet, mert innentől kezdve jön a bizonytalanság, hogy hát most pontosan. Akkor mit kell csinálni? Hát pontosan. Fú, nem tudom. Ugye? Érdekes kérdés, és fogalmas is, hogy a hallgatóinktól kellene megkérdezni erről, hogy mit kellett volna csinálni a rendőrnek, szerintük. Mert állítólag ott voltak a papírok, ami igazolta, hogy valóban a kislány szállította ő kórházba, de hogy arra lehet mondani a klasszikus mondatot, amit ugye szoktak mondani a rendőrök, hogy az bárki mondhassa, kérem. De ez a legrosszabb egyébként, amikor van egy szabály, azt követed, és akkor ezek szerint jogilag teljesen hát jól járt. A rendőrnek az a feladata, hogy a törvény betűjét betartassa. Ez megtörtént. Most emiatt ő a minden. Igen, a neten. És akkor aztán a saját felettes az, aki azt mondja, hogy hát ezt mégsem így kellett volna, pedig ő. Igen, én is ezért nem értem a történetet, hogy ez, tehát hogy egyrésztről értem, persze, a rendőr lehetett volna emberséges, és azt mondta volna, hogy a 4 éves kislányt vitte a kórházba, valóban, de többet ne forduljon ilyen elő. Tehát lehetett volna így is reagálni, de neki nem tudom, hogy neki dolga-e az, hogy mérlegeljen ilyen helyzetben, meg tényleg az, hogy hát az bárki mondhassa, hogy én a 4 éves. Igen, hát itt ami a zavaró a történetben az, hogy ugye a gyerek nélkül ment haza. Mert hogyha ezt levesszük ezt a részét, akkor egyértelmű, hogy jó lett volna ugye szállítani. Ugye a törvény szerint azt kellett csinálni, autót otthagyni, buszra szállni, vagy villamosra szállni, és úgy menni haza. Igen, de ezért hogy a kislánya ugye bent maradt a kórházban, és csak egyedül ment haza. Igen, na majd jönnek is az első reakciók erre a sztorira. Már itt írnak a hallgatóink. Na ugye megnézzük, hogy ők mit gondolnak erről. De tényleg érdekelne, hogy mit kellett volna csinálni az apukának, mit kellett volna csinálni a rendőrnek ebben a helyzetben. És ráadásul nyilván nem játszhatod el azt, hogy felhívod a feletteset, hogy na most akkor ebben a helyzetben mi... De miért kellett volna felhívni? Le van írva a törvényben, ha beteget hát szállítasz, mégis akkor behajthatsz. Ha nem szállítasz beteget, nem hajthatsz be. De látod, most mégis őt támadják. Hát mégis, igen. Ugyanott vagyunk, mint a sajtlopós Marika néninél, emlékszel? Ugyanez. De a hallgatóink már itt lassanként megfejtik ezt a sztorit, mert megnézzük, hogy miket írtak, jó? Addig szusszanjunk egy kicsit, meg jön mindjárt Mohamed Fatima is. Társadalmi célú hirdetés.
Hello, jó reggelt! 7 óra lesz mindjárt, ez itt a Vekker. Jó reggelt! Jó reggelt! Vekkert, Hajdú Bihar, és hát megkavartuk itt egy kicsit az állóvizet ezzel a sztorral. Nem mi csak elmeséltük, hogy mi történt a hétvégén. Rögtön jönnek a hírek, úgyhogy tényleg csak egy pár SMS, ami így érkezett gyorsan. Ugye arról az esetről kezdtünk el beszélgetni, hogy egy apuka a smogriadó ellenére behajtott Budapesten a forgalomba, mert a 4 éves kislányát vitte kórházba, és muszáj volt, hogy használják az autót, és amikor visszafelé jött, akkor megbüntették, a kislánya kórházban maradt. Szerintem, ha ott hagyja a kocsiját, akkor is fizetnie kellett volna 15 ezer csak parkolásra, írja Csikánó, tehát akkor ő az a baj, még tulajdonképpen olcsón megúszta. Aztán... Az a baj, hogy a sztori nem annyira fekete-fehér, tehát hogy ennek az apukának gondolom el kell végeznie a munkát, 180 kilométerrel lakik, menni kell a kislányért, haza kell hozni a kislányt, nem biztos, hogy olyan egyszerűen meg tudja ezt oldani busszal, vagy egyéb tömegközlekedési eszközzel. Ha az én gyerekem kerülne kórházba, én ott lennék mellette. Jó, hát ezt nem tudjuk. Hát valószínűleg lehet, az édesanyja ott maradt. Igen, mindegy, ez hát most. Ez egymás közt biztos, hogy beosztották. Aztán valaki csak annyit, lehetett volna emberségesebb a rendőr. Jó, mondjuk neki azt meg tudjuk, megvan a feladata. Azt nem tudjuk, hogy nem volt, tehát az sem, mit értünk emberséges alatt, hogy nem kellett volna megbüntetnie, de hát mégiscsak egy szabálysértésről volt szó. Igen. Most akkor mit kellett volna csinálnia? Igen, mert a gyerek, a beteg gyerek valóban nem ült már mellette az autóban. Mennyi esemes, így hirtelen. Na, ezeket majd átnézzük, jó? Ezeket még átnézzük, de most jöjjenek a hírek, aztán hát David Guetta egy tulajdonképpen erre a problémára reagál a dalával. Would I lie to you? Lehet, hogy hazudni kellett volna a rendőrnek. Köszönjük a híreket, jó reggelt, jó Vekkert mindenkinek, ez a Vekker a Debrecen Rádióban. Pincés Mariannal. És Balogh István Vilmossal, jó reggelt. Meg egy csomó hallgatói SMS-sel jönnek itt a reakciók az előbb feldobott témára, majd megnézzük, hogy mit írnak a hallgatóink, illetve tudod-e, hogy mi az év szava? Mit választottak a 2016-os év szavának? Nem hallottam. Kisebb találnád, chatbot. Chatbot? Ezt is megbeszéljük majd egy kicsit nem sokára, jó? És viszont jöjjön David Guetta, jó reggelt. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Jó reggelt mindenkinek! 4 perc múlva lesz 4:08, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker ébresztő. Jó reggelt! Kezdjük a vidámabb dolgokkal, jó? Elküldünk egy jó reggelt, tehát Hortobályra, Lalinak, Hortobágy, jó Vekkert nektek. Hello, és Lali. Ébresztő. Aztán jönnek a közlekedési infók. Niki írta meg nekünk, hogy fehér Seat a Szoboszlói úton fotót készít, mindenki mosolyogjon. Köszönjük szépen, Niki, és hát óvatosan mindenki. Anita is ezt írta szó szerint, sziasztok, trafi a Szoboszlói úton, fehér Seat. Neked is köszönjük szépen az infót, óvatosan mindenki. Jöhetnek a jó reggeltek, lehet még tőlünk ébresztést rendelni, meg jöhetnek a közlekedési hírek és a 0620 95 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
hétvégén eléggé bejárta az egész netet. Ugye megbüntettek egy apukát Budapesten, aki a smogriadó ellenére a kitiltott autójával behajtott a városba, mert a kislányát vitte kórházba, egy 4 éves leukémiás kislányról van szó, és visszafelé büntették meg, amikor már nem jött ott a kislány, tehát amikor már nem számított jogilag beteget szállító járműnek az autó. Na, mindenféle vélemény jött a hallgatóinktól. Hát ez nagyjából várható volt egyébként. Ernő írja, az ország. Sziasztok, a rendőr gyakorolhatott volna méltányosságot. Szegényeket mindig megtalálja ez a vád. Egyébként viszont ugye mondtuk is, hogy ők jogilag jártak el, tehát ők helyesen jártak. Egyébként méltányos volt a rendőr, mert a legenyhébb büntetést szabta ki. Uh-huh. Másrészt pedig a méltányosságot, azt csúnya szóval úgy hívják, hogy kivételezés. Igen. Abban meg sok jó nincs, hogyha a rendőrök elkezdenek kivételezni. Vagy protekció. Igen. Pontosan egyébként. És most egy picit muszáj, hogy a rendőrök mellé álljak. És mindenkinek megvan a maga sztória a szabálysértésre. Általában mindig felveszem ezt a szűrőt, amit tudod. Igen, te vagy a jó tündér, meg igen, a helyzé, meg igen. De most egy picit muszáj, hogy a rendőrök mellé álljak. Azt mondja Tibi, hogy jó reggelt nektek, Vilikém. Emberség is van a világon, nem csak a szabályok. Ugyanaz, hogy csak akkor ott vagyunk, hogy akkor kivételezünk, ami megint sehol, semmi jóra nem vezet. Aztán Marika elég csúnyát írt, de ő azt mondja, tulajdonképpen is azt mondja, hogy rendőr lehetett volna. Egy kicsit részrehajló, hát ezt kérik számomra, hogy miért nem volt részrehajló a rendőr. Tulajdonképpen itt az a baj, ugye, hogy még csak meg sem voltak hajlandóak nézni azokat a dokumentumokat, tehát hogy védekezett nyilván tudjuk. Az apuka, és azt mondták, hogy nem, ők még csak nem is szeretnék. Ezt nem ezeket. Tudjuk, bocsánat, ezt nem tudjuk. Bocsánat, a cikkek így szóltak. De a cikkekből az se derül ki egyébként per pillanat, hogy igaz-e
a hír. Tehát amikor a rendőrkapitány megszólalt, ő is azt mondta, hogy ha igaz a hír, akkor ő vállalja azt, hogy ki, és akkor már mondjuk jelentkezett, és aztán végül is jelentkezett talán az apuka nála, hogy igen, én voltam. Hát akkor végül is nem is tudjuk, hogy ebből az egész sztoriból. Ez meg így a legelhibázottabb az egész kommunikáció, hogy még azt se tudtuk, hogy igaz a hír, de ő már a képzeletbeli rendőrt leszúrta, hogy nem így kellett volna reagálnia, tehát hogy engem. Marika írja, ez az emberségem, hogy a hivatás tudatom múlott, ő a hivatás tudatot választotta, illetve sziasztok, nagyon sok cikk a rendőrök ellen szól, talán nem is igaz az egész, írja nekünk Edith, igen, másrészt pedig sokan takaróznak a betegséggel, még ha ez nem is igaz. Ezt félretéve én mégis elengedtem volna. Ezt most úgy is fel lehetne fogni, hogy ő ezzel más gyereket betegített meg, mivel már így is tetőzött a smog Budapesten. Ez volt Edith SMS-e. Gyakorlatilag ebből a szemszögből igaza van, tehát hogy hozzájárult ahhoz, hogy még több ember megbetegedjen. Nagyon nehéz kérdés. Nincs jó megoldás. Nincs jó megoldás. Ha elengedi, az azért nem jó megoldás, mert egyébként szabályt szegett, tehát büntetést követett el, és akkor ilyen alapon mindenkit el lehetne engedni, aki valamilyen szabályt megszeg, mert mindenkinek megvan a maga története. Elnézést, biztos úr, én csak azért hajtottam gyorsan, mert az anyukám beteg, én azért mentem át a piroson, mert a gyerek az oviban van, én azért nem tudom. Tehát minden szabálysértéshez tudunk egy. Tehát tényleg az van, hogy na, kérem, az bárki mondhassa. És biztos, hogy be is próbálkozik ezzel egyébként biztos. Mindenki, és a rendőrök ezt már nyilván... De tényleg, ez milyen jó gondolat, hogy hány ilyennel találkozhat a rendőr, aki leállít egy autós szabálysértésben, és akkor jönnek a sztorik, hogy elnézést, csak hát az van, hogy tényleg, pontosan, hogy hány ilyennel találkozhat. Biztos, hogy naponta tényleg tudsz. Gyakorlatilag mindenkit el lehetne engedni. Igen. Tulajdonképpen szerintem csak én vagyok és ilyen lehet, birka, hogyha megállítanak, nem jövök semmilyen kifogással. És lehet, hogy a fele jogos is, de a másik fel az biztos, hogy kamu. Emberileg biztos, hogy meg lehet érteni, és mindenki meg, és a legenyhébb büntetést kapta ez az autós, tehát azt hiszem a 15 ezer az alsó határ ennek a bírságnak. Csak nem tudom, csak nem jó ez a hangulat, amit kialakult, és pláne úgy, hogy ezt még ugye föntről is erősítették a rendőrök felé. Tehát szerintem ez, Isten mencse, rendőrök ellen beszéljek, mert egyébként meg tehát az utóbbi 15-20 évben azért érezhetetlen, nekem csak jó tapasztalataim vannak rendőrökkel, tehát még ha meg is büntettek, akkor is teljesen olyan hangnemben, meg olyan hozzáállással tették, hogy nekem is abszolút az emberek egy rosszal van, nem lehet. Pontosan, nekem csak most semmi rossz tapasztalatom. Zárjuk is le szerintem azzal, hogy nincs jó megoldás. Tehát ha megbüntette, az se jó megoldás, ha nem büntette meg, az se jó megoldás. Hát minden esetre ne bántsuk már őket, szerintem. Nem, mert Isten ments. Igen, tehát én nem... Csak érdekes nem kérdéseket vett föl a sztori, az egész sztori, amiről jogilag szó volt a hétvégén. Jól jártak el, úgyhogy szerintem innentől kezdve le is zárhatjuk, mert nem a mi reszortunk ezt eldönteni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz az ügy végkimetel, mert mondom, még az is bennem a pakliban, hogy hát nem is igaz az egészből semmi. Mindegy, a kérdések akkor is érdekesek. De a kérdések akkor is érdekesek, amiket felvetett ez a helyzet. Na, vidámabban folytatjuk, Jacko jön mindjárt. 3 perc múlva 7:30 lesz, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt, jó Vekkert mindenkinek. A Szoboszlói úton trafi, ezt most már többen is írják nekünk, köszönjük szépen óvatosan. És le akartuk már zárni ezt a rendőrös témát a smogriadós büntetéssel, de, és erre egy rendőr jönnek még nagyon jó SMS-ek, ezt gyorsan nézzük meg. Egy rendőr hozzászólt a témához, azt írja, a kifogásokkal kapcsolatban, ugye mennyi kifogással találkoznak naponta, hogy csak ilyennel találkozunk. Igen. Aztán pedig azt írja, hogy másik meg rengeteg beépített szituációt csinál az NVS, aki minket ellenőriz, akár ők is lehettek volna, akkor viszont a rendőrt jelentik fel. Hoppá, ugye? Ezt írta nekünk egy rendőr. Mondom, nincs jó megoldás. Hát a rendőr betartotta a törvény betűjét, aztán csókolom neki, ez a dolga. Tehát ez neki kötelessége. Köszönjük szépen egyébként. Aztán várjál, ebből még... Ebből a szempontból is nagyon tanulságos a történet. Valaki írja, Sanyi vagyok, sziasztok. Ez a szegény rendőrbácsi még görcsölt az apukával, lehet, hogy 10 másik valóban jogtalanul használt autó ment el mellette. Bocsánat, ez is jogtalanul használt autó volt a törvény szerint. Más kérdés, hogy a erkölcsi érzékünk esetleg mást mond, de hát nem gondolom, hogy a rendőrnek az feladata lenne, hogy ezt mérlegelje. Tehát én ezt mondom, én nem ellet vagyok. Még akkor is emberileg nyilván megértjük, hogy persze meg a 4 éves kislány, és sajnáljuk nagyon, és ezúton is jobbulást kívánunk neki, ha igaz az egész történet, de nem gondolom, hogy ez a rendőr feladata lenne, hogy ezt annyira nagyon mérlegelje. Na jól van, érdekes SMS-eket kaptunk, és ez nagyon tetszett, amit utoljára kaptunk ettől a, nem mondjuk meg a nevét, de egy rendőr hallgatónktól. Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Egyébként pedig 7:30 lesz, nem sokára, úgyhogy itt van velünk Dobónik, és jönnek a friss hírek hamarosan. Hello! Szép, jó reggelt! Jó reggelt neked is! Azért hívtunk most ide közénk téged egy kicsit, mert hogy ugye felvettünk itt egy témát, amihez a te szakértelmet kellene, mint hírszerkesztő. Igen, mint hírszerkesztő. Mondtuk ezt neked, de hát ebből természetesen egy árva szó sem igaz, mert...
Boldog születésnapot. Jaj. Lehetesen, Niki, nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, tényleg beugrottam. Ja. Átlettem verve. Nem, hát, hogy majdnem elrögtem magam, amikor mondtam neked, hogy gyere át. Nem, azt hittem, hogy nem mondom, Niki levette az egészet, hogy csak szivatjuk, és csak ezért hívjuk el. A farc az nagyon megy neked. De... Nyugi, nem fogta ellen, tényleg nagyon belesétáltam. Köszönöm szépen. Na, hát Dobó Nikulett 63 éves lett, isteni atyassa, Niki néni, boldog születésnapot kívánunk, és akkor a jutalmad az az, hogy elmondhatod a 7:30-as híreket, igen, hogy, köszönöm, hogy az, azért, már ezt vártam. Azért az öregnek is megy ez még, tehát, hogy mutasd meg a fiataloknak, hogy kell ezt csinálni, aztán pedig játszunk neked egy jó kis dalt, jó? Köszönöm. Anyuka, fogja majd hallani? Hangosítja föl a rádiót, jó? Niki néni, jó? Magának most küldjük egy számot a rádióban, jó? A Clean Bandit és a Rakobály szeretni fogja majd. Nagyon jó. 5 perc múlva lesz 3-4-8, ez a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Vekker. Jó reggelt és jó Vekker. És lassan mindenkinek. Jó munkát mindenkinek. A meteorológusok szerint ilyen borongós, nyírkos időre kell ma számítani, de azért helyenként egy pici napsütés előfordulhat. Egy icipicit néz ki az ablakon, már na, most ennyi is volt, látszik. Ez volt az akkor, amiről beszéltünk. -8 és +1 fok között lényegében bármi lehet a következő órákban. A hétvégére viszont már ilyen +8, +9 fokokat is ígérnek. Szét fog menni a fejünk a fejfájástól, ezt így előrevetíthetjük szerintem a következő napokra. Szerintem a pedig gondolkozunk pozitívan, és örüljünk neki, hogy végre +8 fokok lesznek. Na jó, hát de az te vagy, ez meg én vagyok. Nekem ez jut eszembe, neked az jut eszedbe. Egy-két trafipax, mérnek a rendőrök a Szoboszlói úton, a hallgatóink szerint. És talán már meg is szokhattuk, hogy a 33-ason Balmazújváros és Nagyhát között is ott van egy trafi, úgyhogy óvatosan, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, és hát ugye a reggeli csúcs még tart. A Mikepércsi úton, a Sámsoni úton, a Vámospércsi úton, a Vágóhíd utcán, a Böszörményi úton nagy a forgalom. Ezt jelentik a hallgatóink. Köszi mindenkinek. A 20-95-95-3-95-re lehet írni, 1000-rel várjuk a híreket az utakról. De köszönjük szépen azokat is, amiket eddig kaptunk. És még a beköszönéseket is várjuk, azt ja, hát igen, a jó reggeltek is jöhetnek, de azért arra gondolom, szerintem már, hogy mindenki fölébredt, úgy nagyjából ilyenkor 3-4-8 előtt. Aki pedig nem, azt pedig irigyeljük. Kérlek szépen, egy szót mondok neked. Chatbot. Chatbot lesz. Ez egy számítástechnikai kifejezés, kérlek szépen, ezt választották a 2016-os év szavának. Ha most az életed múlna rajta, hogy definiáld a chatbotot, akkor mit mondanál? Hát az azért érdekes, mert a chatbox jutott eszembe, de nyilván az nem a chatbot. Nem nagyon. De a chathez nyilván köze van, nyilván, meg az internethez. Igen. A chatbot az nem egy új kifejezés, tehát az már az internetezés hajnalán megalkották ezt a fogalmat. Ez tulajdonképpen egyfajta ilyen kezdetleges mesterséges intelligencia, aki a chat ablak másik oldalán ül, idézőjelben, és tulajdonképpen egy automatizált beszélgető partner. Akkor megint a robotokról fogunk beszélgetni. Talán így lehetne a legjobban lefordítani, mit jelent a chatbot. Tulajdonképpen igen. Nem egy akarnak elkeseríteni. Bocsánat, egy digitális chattárs. Tulajdonképpen igen. Tehát amikor chatelsz valakivel, de a másik oldalon egy gép ül. Digitális tehát nem egy emberre, hanem ezt nem akarok elkeseríteni, de például előszeretettel fogják használni ügyfélszolgálatokon. Ja, hogy most féltenem kellene a munkámat, a másik munkámat? Csak úgy mondom. Remélem a főnököm nem csak úgy mondom, hogy az egyik legfontosabb felhasználási területe ez lesz, hogy használni fogják őket ügyfélszolgálatokon, mert előbb-utóbb mindenféle kérdést meg fog majd érteni. Most még nyilván elég kezdetlegesek ezek, és csak mondjuk, nagyon egyszerű kérdésekre tudnak válaszolni. Feltesznek, nem hiszem, hogy azokat robotok meg tudnák válaszolni. De az sokszor tesett, tehát igazából nagy változás nem lesz. És azért érdekes, hogy ennyire fejlődik a chat technikai része, mert egyébként pedig azt olvasom a neten, hogy van egy másik folyamat is most a világban. Egyre többen iratkoznak le a közösségi oldalakról. Tehát törlik magukat a Facebookról, a Twitterről, az Instagramról. Egyedülre még én sem akarom elhinni, de pont a chat az egyik oka állítólag annak, hogy azért elég jelentősé vált az a folyamat, hogy sokan lépnek ki a de miért? Hát gyakorlatilag Facebookot leginkább a csetelésre használjuk. Igen, és pont ezért felzabálja az életünket. Egyre többen érzik ezt, és ezt én tegnap éreztem nagyon. Egy ilyen semmittevős vasárnapom volt, ami abból állt, hogy emberekkel beszélgetgettem a Facebookon. És elvitte az egész délelőttemet, hogy megválaszolják. Szegények most, akik hallják.
De nem velük van a baj, hanem magával a technológiával, hogy tényleg felzabálta az egész napomat ez a nyomott Facebook. De múltkor pedig egy napra, vagy mennyi, nem tudom mennyi időre kellett nélkülözned a telefonodat, akkor meg voltál őrülve, és azt mondtad, hogy ennek semmi értelme nincs. Most pedig teljesen az ellenkezőjét mondod, és azt mondod, hogy felzabálja a napomat. Na most akkor hol van az igazság? Ez az első dolog, amikor össze-vissza beszélek, tehát ez az első alkalom szerintem. De tényleg, valahol szerintem az igazság a kettő között van. Nyilván a kettő között van, mindig a két szélsőség között, persze. Néha eljön egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy na jó, most egy kicsit hagyjon békén a világ, és így elvonulok a sarokba. De gondolj be, hogy milyen időzabáló dolog a chat. Én tegnap direkt utána olvastam ezt a cikket erről, és akkor gyorsan végig is néztem, hogy kivel mit cseteltem. Az egészet végig tudtam olvasni 5 perc alatt. De mire begépeltem, meg megírtam, válaszoltam, addigra elment a teljes délelőttöm. Tehát ugye nyilván egy sokkal lassabb kommunikációs forma, mint az élő beszéd. Nem ismerlek túl régóta, azt viszont már észrevettem, hogy te is szívesebben pötyöksz, mint mondjuk telefonálsz. Ugye? A 2016-os év volt az első olyan év, amikor többet cseteltünk, mint telefonáltunk a statisztikák szerint. Nálam szerintem... ez már régen eljött, de hogy a világban most billent át a mérleg afelé, hogy ugye, hogy én is azt gondolom, hogy most az már emberek... inkább csetelünk, igen, és nem telefonálunk. Az emberek nagy százaléka inkább szeret pötyögni. Nagyon sok kérdés kavarok most a fejemben ezzel kapcsolatban. Nekem is. A kedves hallgatóink jelezzék már, ki az, aki tényleg gondolkozik komolyan azon, hogy hamarosan törli magát teljesen a közösségi oldalakról. Tehát még itt nyilván elsősorban a Facebookról beszélünk, Magyarországon az a legnépszerűbb, meg mondjuk az Instagram, de azért az eléggé lemaradva jön utána szerintem itthon. A másik pedig, hogy egy ilyen chatbotot kipróbálhatnánk, hogy mit tud. Jó, mert találtam egy hírportált, amelyiknél már működik ez a chatbot, és kíváncsi vagyok rá, hogy milyen az, amikor egy géppel kezdünk el csetelni, beszélgetni. Én megint csak azt mondom, hogy ijesztő. Nem? Majd meglátjuk, hogy mit tud. Átmegyünk megint ebbe a robotizált világba. Meglátjuk, hogy mit tud, ez kifog. Beszélgess inkább velem. Oké, majd mindjárt beszélgetünk. De gonosz vagy. Ki fogjuk ezt is próbálni, de tényleg ez érdekel, hogy a hallgatóink között vannak-e olyanok, akik tervezik, hogy törlik magukat? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért nem? Jó, ezt erre várnék válaszokat a 0620-95-95-395-95-re. Aztán jövünk mindjárt vissza, és beszélgetünk a chatbottal. Reklám. De igen, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Becker. Jó Beckert mindenkinek. 8 óra lesz, jó nem reggelt. Sokára. Ébresztő, Debrecen ébresztő, Hajdúbihar. Nincs már trafi a 4-esen a Szoboszlói úton, ezt írja nekünk valaki, hogy a Szoboszlói úton már a városon belül mértek a rendőrök eddig, de akkor ezek szerint onnan már most odébb álltak. Vajon hol lehetnek? Ez lehet most akkor a nagy kérdés. Találjuk meg. Meg nekünk, hogyha látnak egyet. Jöhetnek az infók a 0620-95-95-395-re. És hát már jönnek itt az első hozzászólások. Hopp! Balmazújváros Nagyhegyes közt a Bálonkertnél a Trafipax. Köszönjük szépen, ebben a pillanatban meg is írta ezt nekünk valaki. Köszönjük szépen. Na, de hát nem csak közlekedési infókat kapunk, hanem jönnek a hozzászólások a előbb felvetett kis kérdésünkre is. Eléggé szerte kalandoztunk itt, de hát a Facebook volt a központi téma, hogy ugye állítólag a kutatók szerint 2017-ben nagyon sokan fogják törölni magukat a különféle közösségi oldalakra, mert egyszerűen megcsömörlöttünk tőle, meg nagyon sok időnket elrabolja. Szerintem még mindig hihetetlen ez az állítás, én legalábbis azt gondolom. Igen, és főleg azért, hogy a másik oldalon meg ugye elkezdtünk arról is beszélgetni, hogy elképesztő fejlesztések vannak, tehát jönnek például a chatbotok, hogy tényleg robotokkal fogunk majd csetelni, beszélgetni, robotok ülnek majd a chat másik oldalán, tehát van egy olyan folyamat, hogy egyre inkább el akarjuk hagyni a Facebookot, meg van egy olyan folyamat, hogy valami hihetetlen világ kezd kitárulni előttünk éppen ennek köszönhetően, tehát egy ilyen kétirányú folyamatról beszélünk. Azt kérdeztük a hallgatóinkat, hogy jelentkezzen már az, aki tényleg törölni akarja magát a Facebookról, mert hogy így a környezetünkben nem nagyon látunk ilyen embereket. Azért is hihetetlen egyébként, mert a munkahelyen komoly problémákat okoz az, hogy sokan nem tudnak kilépni a Facebookból, nem? Tehát ja, körülnézel, és hát a munka közben persze, akkor... hogy Facebookozunk. Hát. otthon már nem annyira, de munka közben... És ha már közben... ott is azért problémát jelent, amikor pedig ugye nem szabad és korlátok közé vagy szorítva. De többféle kutatást olvastam erről is. Valamelyik azt mondta, hogy igen, hogy mennyi időt elvesz az effektív munkától a Facebookozás, az, hogy a munkavállalók inkább a Facebookot nézegetik munkahelyet. Viszont arra is vannak kutatások, amik azt mondta ki, hogy a tiltás se jó, mert hogy akkor meg az egy olyan stresszt okoz, hogy akkor meg amiatt nem tudnak dolgozni az emberek. Tehát, hogy megint ott vagyunk, hogy nincs jó megoldás. De ez egy ilyen nap, hogy semmire nincsen jó megoldás. Egy-egy posztot megmosolyogni szerintem egyébként kifejezetten jó. Tehát úgyis pihensz munka közben, széttört alattam a szék közben. Ez volt az a
csattolás, bocsánat. Tehát úgyis pihensz munka közben. Tehát most, hogy az alatt éppen a Facebookot nézeget, hanyat fogok esni ezzel a széken? Állj fel szerintem. Jézusom, eltört, bocsánat, eltört közben itt a széken ott. Tehát úgyis, de most megpróbálok komolyan beszélni, miközben itt egyensúlyozok. Tehát, hogy munka közben úgyis... Pihenned kell egy picit, úgyis csinálsz, mert elkalandozik a figyelmed időnként, és hogy ez most... Jól vagy, minden szét, oké? Ez szét fog esti. Ja. Több komolyságot. Igen. Na, nézzük az SMS-eket, gyorsan felolvasom. Szóval Vili, lassan 4 napja, hogy direkt Facebook-mentes napokat tartok. Sokkal jobban érzem magam, aki szeretne pedig telefonon elér. Az élet más dimenzióját lehet megtapasztalni, nem beszélve arról, hogy egyre több időm van, és nem vonja el a figyelmemet az élet apró örömeiről. Éljen 2017, éljen az SMS. Üdv nektek, Noel, írta nekünk SMS-ben stílszerűen, tehát még csak véletlenül sem a Facebookon. Hát Noel, én meg azt mondom neked, hogy... Isten hozott a 90-es években. Tehát, hogy akárhonnan is tértél vissza közénk. Én csak azt mondom, hogy ez nem jó megoldás. Tehát amikor a közösségi média olyan erős, hogy az amerikai elnök a Twitteren jelenti be a legfontosabb dolgait. Hát igen, egyetértek egyébként teljesen. És ha már az élet apró örömeiről van szó, akkor hadd mondjam el Gabesznek az SMS-ét, aki pedig azt írja, hogy minden nap legalább 5-ször hangosan felröhögök egy-egy poszton, már csak ezért sem törölném magam. Mm. Tehát neki pedig ezek az élet kis apró örömei. Hát tényleg én is sokszor hangosan felnevetek, akár a munkahelyen, akár otthon, egy-egy hülyeségem, vagy egy-egy... Erre mondják azt, hogy lehet élőben is nevetni, meg egymással szemtől szemben is lehet ilyen dolgokat mondani. Online is nevetni. De nagyon, én azt mondom, nagyon sok mindenről lemaradsz, ha törlöd magadat a Facebookra, mert azért vannak ott hasznos dolgok is, ott vannak azért hírek, meg tudomány, meg nyilván a hülyeség, meg rengeteg kamuhír, meg nagyon sok minden, ami az egyébként érdektelen. Milyen már, amikor hozzád szegezik a kérdés, hogy hallottad ezt, meg ezt, és akkor nem. És így fel vannak háborodni, úristen, hát a Facebook hát, ezzel van tele. Igen. Ja, és akkor így elszégyelled magad, hogy ja, hát nem tudom, meg nyaralás... 2 óra hosszáig nem voltam elérhető. Meg a nyaralás után nem töltesz fel képet magadról. Hát ezt rendesen kikérik magadnak. Igen, igen. Én nem szoktam, tehát nekem egyetlen egy kép van fönt, összvisz, azon sem nagyon látszódom. És volt, hogy elmentem szabadságra, és megkérdeztek, hogy hát hol voltál, nem láttuk. Hát is nem, igen. Olyat is tudom, aki megkérdezte a szomszédját, hogy miért nem lájkoltad még a képemet? Láttam, hogy elérhető vagy, és hogy nem lájkoltad. Kérdőre volt? Kérdőre. Hát, hogy látom, hogy elérhető vagy, de az én képemet még nem lájkoltad. Na, vannak még itt SMS-ek, hogy ki akarja magát törölni a Facebookról, csak most jönnek a hírek Nikitől, most tényleg Nyílek, Niki legyen a főszereplő is. Nyílek Niki a főszereplő megint. Utána pedig beszélgetünk még a chatbottal, és nem sokára kipróbáljuk, hogy működik ez. Mit tud nekünk mondani egy robot a chat másik oldalán. Jó, szerintem érdekes lesz nagyon, hogy ezzel meg Justin Timberlake-kel jönk vissza nem sokára. Nikinek köszönjük a híreket, ez a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Vekker. Jó reggelt, Pincés Marian! És Balogh István Vilmos, és jó reggelt mindenkinek! Jó Vekkert mindenkinek, aki itt van velünk, sikerült egy új széket szerezni, úgyhogy most már talán nem fogok hanyatt esni. Majd a magas sarkúban hanyatt esek. Mindjárt beszélgetünk egy chatbottal, kipróbáljuk, hogy mit tud ez, ha már szóba került, de előtte meg itt van Justin Timberlake. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. 5 perc számolt el 4-9, ez a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek. Nézzünk egy kis közlekedést, azt írja nekünk Ernő a Facebookon, stílszerűen a Facebookon, ha már arról kezdtünk el beszélgetni. Sziasztok, nemrég jártam a Kishegyesi úton, a Derék Kishegyesi sarkán, a buszmegállóban egy csuklós buszt ott vesztek el. Szép napot nektek, köszönjük szépen. Az nyilván feltartja egy kicsit, hát ha más nem, akkor a buszközlekedést. Tehát akkor ez van a Derék és a Kishegyesi utca sarkán, illetve Nagyhátnál ma reggel is trafipax van. Ezt is írják a hallgatóink. Köszönjük szépen mindenkinek, minden közlekedési infóért. Hálás vagyok, úgyhogy hálásak vagyunk, úgyhogy lehet nekünk írni ezerrel a 20-95-95-3-95-ös SMS és Viber számra, illetve egy kutyául fontos dologgal is keresett bennünket valaki. Halló, jó reggelt! Üdvözlöm, Ács Gergő vagyok. Annak kapcsán telefonálok, hogy egy barnafinis pánélt esztettünk el tegnap délután a Böszörményi Vezér Tarján Nyék utca környékéről, és ennek kapcsán telefonálok, hogy be tudnák esetleg mondani. Uh-huh. Mit kell tudni erről a kutyusról? Hát annyit lehet róla tudni, hogy egy ilyen szobolyszínű, tehát barnás színű, bébi névre hallgat, körülbelül egy 10-12 kilós kis pániáról van szó. Szóval a Facebook oldalukra mindjárt felteszem a posztot. Oké, ha esetleg bejön ide hozzánk a kutya és keresne benneteket, akkor hova irányítsuk, hova csörögjön? Hát gyakorlatilag csöröghet nálam 0620 545
2586-os számon, illetve a posztban is lesz egy telefonszám. Oké, köszi, drukkalunk. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Reméljük, hogy tudunk ebben is segíteni. És csörögjenek mindenképp, hogyha látják. És hallottad, itt is a Facebook került elő. Sokan meg törölni akarják magukat a Facebookról. Közösségi média ereje, mint ahogy erről már beszélgettünk. De ez innen indult a mai beszélgetésünk, hogy egy friss kutatás, vagy nem is tudom, minek nevezem, mi szerint a 2017-es évben nagyon sokan fogják törölni magukat a Facebookról, meg a különböző közösségi oldalakról, mert egyszerűen egyre többen érzik az, hogy felzabálja az életünket a közösségi média, a csetelés, de közben meg ugye az van, hogy olyan világ kezd kitárulni előttünk, pont a közösségi médiák jó voltából, ahol már robotokkal fogunk csetelni, ugye a chatbotokról is elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, ezeket is mindjárt kipróbáljuk. Most azon gondolkoztam, hogy írta a hallgatónk, hogy ő hamarosan le fogja törölni magát, hogyha az ő kutyája tűnt volna el, akkor vajon milyen csatornákat keres meg? Tehát lehet, hogy a rádiót. Na ez az, igen. Ezért mondom, hogy teljesen letörlöd magadat a Facebookról, az nem jó megoldás, mert nagyon sok mindenről lemaradsz akkor. Nem is olyan túl régen az egyik ismerősöm vesztette el a kutyusát. Nem akarok hazudni, de nem is tudom, valami 60 akárhány megosztást kapott, talán két órán belül. Ennyire mindenki, hogy elvesztette a kutyát? Talán két órán belül meg is lett a kutyus. Igen, és tehát benne azért van ennek jó oldala is. Igen, hogy köszöni szépen a megosztásokat. És szerintem több a jó oldala a közösségi médiának, mint a rossz. Mint a rossz. Most azt, hogy már most ír valaki. Hát nem hiába vagyunk azért tömegesen jelen rajta. Azért igen, azt tegyük hozzá. Rövid időn belül törlöm magam az oldalról. Sok zavaró hirdetés, érzéketlen kapcsolattartás, sok ostoba, eltérítő hír, események, stb. Sok a képmutatás és ennyi időrabló közeg, írja nekünk valaki. Csak azt nem tudom eldönteni ezek alapján, hogy leírt, hogy miről beszél a Facebookról, vagy az utcáról. Mert hogy az utcán is ugyanez van. Sok zavaró hirdetés, érzéketlen kapcsolattartás, eltérítő hírek, események, képmutatás. Tehát, hogy nem különbözik-e a Facebook valósága a valóság valóságtól egyébként. Nem? Tehát ott is ugyanolyan. Ott is vannak hülyék, meg vannak normálisak, és ugyanaz. Tehát ugye, akkor az utcára sem menjünk ki soha többé, mert ott is vannak hülyék. A nagy ereje, azért ne felejtsük el, abban rejlik, hogy ingyenes. És hogyha nem a szomszédodban lakik mondjuk a barátnőd, vagy az unokatesod, vagy akárkit, akkor ingyen tarthatod vele a kapcsolatot, és akár órákig is csetelhettek anélkül, hogy ez bárkit is zavarna. Hát, mondjuk régen én küzdöttem olyan problémával, hogy telefonáltam, és mondjuk egy negyed óra után, amikor a csacsogás legnagyobb közepében voltunk, akkor így eszünkbe jutott, hogy hát amúgy úgy lassan-lassan le kellene tenni azt a telefon, mert hogy a telefonszámla igen magas lesz a végén. Most ilyen gondod igazából nincs. Cserébe viszont nyilván pötyöksz, és nem a hangját hallod a másiknak. De van videótelefonálás, ami szintén ingyenes megneten keresztül megoldható. Tehát azért mondom, hogy szerintem az, hogy valaki törli magát teljes egészében a Facebookról, az lehet, hogy mondjuk az egy ilyen fellélegzés érzést mondjuk, nem tudom, egy hétig, vagy pár napig, vagy kinek mennyi ideig, de aztán úgyis visszaszivárogsz. Mert egy csomó minden ott történik, és nagyon sok mindenről lemaradsz, hogyha egyébként én is ezzel értek egyet, hogy tényleg ne töröld le magad, de mondjuk szabj meg mondjuk 4-5 napot, amikor nem mész fel a Facebookra, és akkor valóban egy picit így fellélegzel, de aztán igen, valószínűleg úgy is vissza fogsz térni. Visszaszippant ez így igazából magába. Dani SMS-ét nézzük, én tavaly egy hétig net nélkül éltem önszántamból, a Facebook törlésen pedig régóta gondolkodom. Miért csak gondolkodsz? Azt írd meg nekünk, légy. De komolyan, tehát akkor most az ember vagy törölni akar magát róla, vagy nem. Miért látod, valami csak visszatartja. Ugye? Ugyan, hogy nem tud egy olyan hirtelen, radikális idézőjelbe, tehát most ezt értsd jól, döntés meghozni. Olyan szempontból radikális, hogy nyilván szerintem ezt az eddigi életének nagy szakaszát kitöltötte ez a Facebookozás, és most ez valahol. Ez egy lázadás ma. Ez egy lázadás ma, hogy törlöm magamat a Facebookról. Hány ismerősöd ír ki nap, mint nap, hogy kinek jó, vagy kinek nem jó. Én törlöm magamat a Facebookról, engem itt többet nem láttok, aztán másnap megint kiírja, mert még mindig nem töröltem magát, meg harmadnap is. Hogy ez egyfajta lázad, nem? Hogy ma a fiataloknak igazából nincs mi ellen lázadniuk. Mert ma már minden szabad, minden lehetsz, bármit, tehát nem az, amit mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, amikor volt mi ellen lázadni, és ez egyfajta lázadás. Én nem vagyok a Facebookon, mert mindenki ott van. És akkor én csak azért sem. De egyébként ott van ugyanúgy, csak ezt hangoztatni az egyfajta tökösség, vagy rendszerkritika, vagy a dolgokkal való hát szembenállás. Azt is mindig kritizálják, hogyha nem, naponta két posztot kiteszel, aztán gyakorlatilag ugyanazt csinálod te is, nem? Nem mindegy, hogy mit teszel ki. Az meg a másik egyébként, igen.
Igen, igen. Mert az is, azért a tartalom is számít. Na, de hát a tartalmat hamarosan chatbotok adják majd nekünk az interneten. Egyet mindjárt kipróbálunk, csak most megint elszaladt egy kicsit az idő a beszélgetéssel, de a hírekig még pont belefér egy újdonság. Kungsz és a Don Chuno, aztán tényleg chatbotozunk nem sokára. Örök kedvenc Jennifer Page és a Crash Debrecen Rádió napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenével. 6-tól 10-ig pedig Vekker, jó reggelt és ébresztő mindenkinek. 3-4-9 lesz 7 perc múlva. Facebookról törölni magunkat, vagy nem törölni, meg mik azok a chatbotok, röviden így tudnám összefoglalni azt, amiről itt elkezdtünk beszélgetni. Dani válaszolt, ugye ő volt az, aki azt írta nekünk, hogy már régóta gondolkozik azon, hogy törli magát a Facebookról, és akkor megkérdeztük, hogy miért csak gondolkodik. Azt írja, hogy pont amiatt, amit mondotok, az a néhány pozitív dolog tart még ott. Nővérem viszont sosem volt a Facebookon, írja nekünk. Azért igen. Akkor csak erősebb az a pár jó dolog, mint az a sok rossz. Hát nem, meg a kíváncsiság. Ez meg a másik. Az, ami szerintem nagyon erős bennünk. Meg hát persze azért találni hasznos tartalmakat. Meg hát borzasztóan gyors a Facebookon való az információnak a terjedése. Hát szerintem leggyorsabb. Akármilyen hát per pillanat mindenki a nap minden percében ott van, szinte ezt mondhatjuk, így nyilvánvalóan ott azonnal elterjedt. Tehát már most a hírportálok is úgy néznek ki, hogy először a Facebookra teszik ki a híreket, és onnan linkelnek át téged a weboldalra, ahol maga a hír van, tehát fizikailag, ahová feltöltik a hírt, mert hogy egyébként a weboldalakat már a kutya nem nézi, tehát a Facebookon belájkolsz valamit, ami érdekel, és oda kerülnek a tartalmak elsősorban. Az más kérdés, után az konkrétan hol van, melyik szerverre van feltöltve, az meg másik kérdés. De ez milyen érdekes, hogy nagyobb a jelentősége a hivatalos Facebook oldalnak, mint magának a weboldalnak. Én szerintem, lehet, hogy most marketingesek vitatkoznának ezzel, meg biztos, hogy vitatkozni is fognak, de szerintem nekem felhasználónak sokkal fontosabb az, hogy a gyorsabb, praktikusabb, mindig a kezem ügyébe van. Tehát ha valami közül nem vagyok a célközösségnek. Igen, de mondjuk nyilván, hogyha van egy webshopja a weboldalnak, akkor nyilván nem. Nem biztos, mert a Facebook is ebbe az irányba halad, hogy ilyen kezdetleges webshopok szerintem Magyarországon még nem, de Amerikában már működnek. Tehát már tudsz ott fizetni, már tudsz vásárolni. Mondjuk a Facebookon ez a retargetálás, ez nagyon-nagyon működik. Tehát így megcímkéznek, ugye, hogyha felmész egy webshopra, kiválasztasz magadnak, vagy csak nézegetsz, nem is választod ki, csak nézegetsz mondjuk egy táskát, vagy egy cipőt, ugye, amiről a múltkor beszéltünk. Hát azóta folyamatosan, akárhová megyek, mindenhol ugyanazokat a cipőket látom. Igen, egyszer akartam egy haverom legény búcsújára valami nagyon csúnya dolgot venni. hónapokig kaptam a reklámokat, hogy egyébként itt most az olcsóbb. Igen, hát ez ilyen huncut dolgokat. De egy legény búcsúra akart. Ha kérdezik, egy legény búcsúra kellett volna. Tehát arra akartam venni. Na nézzük ezeket a chatbotokat, mert hogy az év szava lett a chatbot, a 2016-os év szavának ezt választották. Nem tudom, hogy kik egyébként, de mindegy, ez így elterjedt a Facebookon, hogy a chatbot az év szava. A chatbot az tulajdonképpen egy automatizált chatpartner, amit most még egyelőre viszonylag szerintem korlátozottan lehet használni, de hát nyilván ez majd fejlődik, és egyre bonyolultabb kérdésekre tud egyre bonyolultabb válaszokat adni majd nekünk. Próbáljunk egy ilyet, jó? Okay. Írja itt nekünk Zsolti, hogy az egyik bútorboltnak már évek óta működik ilyen chatbotja. Igen, csak az a bútorbolt, amelyikre te gondolsz, ott gondolom úgy néz ki a chatbot, hogy megkapod csavarokban, és tedd össze magadnak a robotodra, hogyha használni akarod. És az egyik hírportál is elindította már ezt, azt mondja, hogy próbáljuk ezt ki, jó? Most egy kicsit már így beleolvastam. Azt mondja, hogy a telefonon olvas minket, és igen, tehát ez Viberen keresztül működik, majd kattintson erre a linkre. Rákattintok. Megnyitja nekem a Viber-t. És most egyébként szeretnél majd vásárolni valamit? Vagy milyen? Nem, ez egy hírportál. Bocsánat, hírportál, aha. Na most ezt nem értem. Kaptam egy üzenetet. Segíts nekünk, ez itt a személyre szabható Viber csatornánk. Én egy hírbort vagyok. Igen, és most mi történik? Kérdés, milyen születésnapi ajándéknak örülnél legjobban? Írja nekem ez a robot. Biztos, hogy szeretne tőled megtudni személyes dolgokat, hogy aztán írom, hogy kialakítsa a személyes profilodat. Semmi. Hogy erre mit reagál? Nem szereted a meglepetéseket? Na, ezek a legfrissebb hírek abban a témában, amit kerestél, és kiadott nekem híreket, ami nyilván benne van az a szó, hogy semmi. De nem. Nem mondod, hogy a semmi kulcsszóra ad most híreket számodra. Igen, de azt mondja, hogy nem vagyunk fizetett ügynökök, meggyőződésből tesszük. Azt hitték, lövik őket, pedig ők öltek meg 14. Nem tudom, hogy ez hogy kapcsolódik a semmihez.
Hát net valószínűleg egy semmire, na, semmire várj, szól ez a beírom, cikk. Beírom ennek a robotnak, hogy Mizu. Uh-huh. De most őszintén nem jobb velem beszélgetni? Szia, ezek a... nem. Szia. És kiadja nekem a Mizura is ugyanazokat a híreket, amiket az előbb a semmire is kiadta. Ha Mizu, Mizu, semmi. Vagy kijön a Mizu, Mizu, Mizu. Igen, és azt mondja, és... hát egyelőre nem győzött. Na, látod, nem látod, hogy nem olyan jól működik? Várjám, írjunk be valami csúnya szót. Vili. Az F betűset, az F betűset meg a B betűset beírom neki. Aztán ugyanúgy jársz, mint azzal a huncut dologgal, hogy majd még sokáig kapod az arról szóló híreket. Beírtam neki az F betűs meg a B betűs csúnya szót. Ezek a legfrissebb hírek abban a témában, amiket keresel. És kiadott három másik hírt. Amiben benne van. Mondjuk ebből az egyik az az, hogy mondjuk az, nem. Figyelj csak, beírtam neki ezt, azt a csúnyát. Erre nem látom, nem látom. Hát mindegy, az F betűs meg a B betűs szót beírtam, és kiadott három hírt, az egyik Gangsta Zoliról szól, a másik pedig arról, hogy káromkodás csúszott ki Ferenc pápa száján. Haperi. Tehát van benne logika, a káromkodásra így reagál. Amíg, mondj még egy szót, valami női eset is. Magas 47-es magas sarkú, írjuk be ezt. 47-es. Arra nem fog találatot adni. Sajnos. Mit mond erre ez nem a robot? Esély. Gondolkodik. Hát sajnos ezen tényleg sokat kell gondolkodni. Bakancstalt nyoma is volt a börtönőrök által megvert rab arcán. Nem releváns. Egy politikai hír. Nem releváns. Meg még egy politikai hír. Cipészeket keresünk, akik 47-es magasarkú tudnak készíteni. Nem győzött meg, megmondom neked őszintén. Hát ez neked jó hír. Dicsérd már engem egy kicsit, hát mondtam, hogy inkább velem beszélges. Ez egyelőre jó hír, hogy még akkor nem fogok leváltani minket itt a rádióban sem, a robotok. Meg az ügyfélszolgálatom sem. Egyébként Tibi pedig azt írja, hogy ez Marcsi 2026-ban is küldött egy robotot, egy női robotot, hogy te ilyen leszel. Ilyen lesz, csak sokkal öregebb egyébként, viszont ezt be lehetne programozni, hát, mikor és mit mondjál. Hát sok könnyebb dolgom lenne vele, hogyha be lehetne programozni téged is, hogy mikor szólalhatsz meg, és mit mondhatsz. És mit mondhatnék? Igen. Egyszerűbb lenne az életem. Na mindegy, hát ez a chatbot nem győzött meg egyelőre, hogy ez annyira jó lenne. Vagy csak megint béna voltál. Hát most az is lehet, de szerintem meg arról van, hogy még nagyon az elején tart ez a technika. Egyébként igen, tehát oké, hogy nyilván hoz ki valamilyen szinten releváns cikkeket, de a másik meg az, hogy én ezt azért nem tartom mondjuk egy hírportál esetében jó dolognak, mert hogy hadd válasszak én, nem? Tehát nem biztos, hogy érdekelt vagyok a politikában, viszont hogyha előttem vannak a címek... Pont igen, de hogyha a címeket látom magam előtt, lehet, hogy van egy-két ön, sőt, hát most azért mennyi érdekes, szaftos politikai hír. Jó, ez csak egy lehetőség. És akkor én kiválasztom azt, ami valóban érdekel. Azt is csinálod, ez nem kötelező, csak ha érdekel egy téma, itt beírod, és a robot összeszedi neked. De eddig még nem győzött meg, hogy ez olyan. Mert az ezért, amikor már chatbot beszélget chatbottal a neten, az lesz az igazán érdekes. Nem biztos, hogy én azt szeretném megnézni. Ettől nem lettünk nagyon okosabbak, egyelőre ez még nem győzött meg bennünket. De tud valaki olyan ilyen chatbotot, amelyik már egy picit jobban működik, vagy fejlettebb, azt is szívesen kipróbálnánk, nyugodtan megírhatja nekünk, akár a Facebookon is, ha már erről beszélgettünk, akár a Viberen is, 0620-95-95-3-95, vagy lehet minket hívni is, 95-95-95 a forró drótunk. Jön a One Direction és a Still My Girl. Ross Stewart és a Rhythm of My Heart itt a Debrecen Rádióban, a Vekkerben. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek. 9 óra lesz nem sokára, úgyhogy Marcsitól lassanként már a könnyes búcsút kell vennünk. De jó, hogy velünk töltötted ma is a reggelt. Még egy-két SMS így akkor a zárásként a Facebookkal való törléssel kapcsolatban. Az igazság valahol tényleg a kettő között van. Észre kell csinálni ezt is, mint mindent, írja nekünk valaki, és nem nagyon lehet ezzel vitatkozni. Igen, köszönjük a hozzászólás, valóban egyetértek, tehát, hogy legyünk is azért jelen, mert kell, mert ez az életrendje, mondhatni. Viszont néha nem árt egy kicsit elszigetelődni a Facebook világtól. Az nem megoldás semmire, hogy az ember törli magát 100%-osan onnan, mert mondom, tehát amikor az amerikai elnök a Twitteren írja meg a legfontosabb dolgokat, akkor azt egyszerűen nem teheted meg, hogy nem vagy ott. Amikor ilyen jelentősége van a világban. Kivéve, hogyha lázadsz. Hát kivéve, hogyha nem sok értelme, nem fogsz tudni a világról, és esetleg azt sem fogod tudni, hogy az emberek tudják-e, hogy te lázadsz. Mert az egy fontos része a lázadásnak, hogy mindenki tudjon róla, hogy te lázadsz valami ellen. Mert anélkül, hogy te otthon a szobában a négy fal között lázadsz, az nem sokat ér. Mondjuk még mindig jobb, mint gyújtogatni.
Na jó, hát igen, igen, igen. Na, és hát azért akkor zárásként még akkor beszéljünk egy kicsit a magas sarkúról természetesen, mert az megint előkerült. Klári próbál neked segíteni. Jó reggelt, eszembe jutott, hogy az irigy hónajmirigyesek magas sarkúban feszítenek. Lehet, hogyha megkeresitek őket, a poén kedvéért segítenek nektek 47-es cipőt találni. Hoppá, köszönöm szépen. Lehet, hogy nem egy olyan rossz dolog, de hogyha véletlenül nem tudnak nekünk segíteni, akkor kedves hallgatók, a feladat adott, Vilinek kerítenünk kell egy 47-es magas sarkú cipőt. Hát kettőt, akkor már ha lehet, igen, akkor igen, a lehető legmagasabbat. Szóval én nem szeretnék kiegyezni egy ilyen teletalpú megoldásban, sőt, egy olyanban sem, aminek ilyen vastag sarka van, hanem egy olyan jó, igazi tűhegyeset, egy olyan 10 centiset, hogy tudja meg, hogy milyen az, amikor a nők felveszik a magas sarkút. Hát kérlek, hát most az ott nagyon ciki lesz, ha nem lesz 47-es magas sarkú. Az viszont neked lesz nagyon kellemes. De nem, most már. Ilyen nem lesz. Ilyen ezt nem most lesz. Már annyira beharangoztuk. Persze, természetesen. És telnek a napok, öcsi? Igen, tudom. Hát mondom, hogy a hétvégémet majdhogy nem egy az egyben ezzel töltöttem, és hát ezért kérem a hallgatóink segítségét, de hát látod, hogy milyen jó szívűek a hallgatóink, hozzák a tanácsokat. Az ötleteket adnak. Úgyhogy lehet, hogy ma még az irigy hónajmirigyet is föl fogom hívni. Hát dobd be magad, mert neked lesz ciki, ha nem lesz. Tehát ez most... Lesz. Ne félj, jaj, ha lesz, az nekem lesz ciki. Ha lesz, az nekem lesz ciki, mert föl kell vennem. Ha nem lesz, akkor meg az neked lesz ciki, mert... Azt amikor beszéltünk erről, az a csütörtökön. Csütörtökön, igen, azóta csak egy hét végét. Hát jó, jó, hát végül is még oké. Ne haragudj, de mondtam, hogy nem vagy egy könnyű eset, tehát 47-es magasarkú cipőt keresni. Nézd meg az interneten, üsd be, szinte lehetetlen. Hát te vállaltad, Meg lesz, nyugi. Meg na, lesz. Még a naphallgatóját meg kell választanunk. Addig nem fogok meghalni, amíg a Facebookon a videót nem fog virítani, amiben egy tűsarkú, 47-es magasarkúban. De ezt csak azt fogja látni, aki nem tördi magát a Facebookról 2017-ben, hogy kerekkel lezárjuk ezt a maregát. Magukat a Facebookról, legalábbis addig nem, míg Vili ott nem virít. Na, a nap hallgatóját válasszuk meg. Szerintem legyen a rendőr hölgy, aki írt nekünk a még kora reggel a szmogviados büntetéssel kapcsolatban. Szerintem ő megérdemli, mert nagyon jót írt, és szerintem remélem, hogy sokaknak a nézőpontját megfordította ebben a kérdésben, úgyhogy akkor neki küldjük ma a főtapsot. És köszönjük szépen az üzenetet. Marci, holnap reggel várlak téged sok szeretettel, 6-kor megint veled kezdjük majd a napot. Úgyhogy majd akkor randizunk legközelebb, valahogy megpróbáljuk kibírni addig nélküled, jó? Köszi. Dobóni ki a hírekkel, Erik Iglesias pedig ezzel a dallal tartja majd bennünk addig a lelket.